Az Aranysziget idősek otthonában, a Szép Korúak táborába lépett az otthon egyik lakója. Egy családias hangulatú születésnapi ceremóniában lehetett része Magyari Sándor bácsinak, ugyanis az intézményben dolgozók tortával, pezsgővel köszöntötték fel ezen a jeles napon. Az ünnepségen Tigelman Péter, alpolgármester köszöntötte őt. Magyari Sándor június 13-án töltötte be 95. életévét. Ebből az alkalomból köszöntötték fel június 23-án kedden az Aranysziget idősek otthonában lakó bácsit a rokonai, az intézményben dolgozók és Tigelman Péter alpolgármester is. Egy igen megható eseménynek lehettünk szemtanúi. Ahogyan az idős bácsit körbeülték szerettei az asztalnál, melyen az ő tiszteletére készült torta foglalt helyet. A nővérek odaadó kedvességükkel köszöntötték a szépkorú Sanyi bácsit. Tigelman Péter köszöntötte elsőként az ünnepeltet. Volt szerencsénk interjút készíteni a szülinapossal, melyben arról kérdeztük, hogy mi az, amire a legnagyobb örömmel emlékezik vissza. Mi az, ami a legnagyobb örömmel tölti el? Örömmel? Hát a házasságom, feleségem sajnos már nem él. Ő volt a mit mondjak, nagyon szerettük egymást, és nagyon jó házasság volt. A születésnapja alkalmából az alpolgármester adta át Szabó Lórán Dombovárt polgármesterének ajándékát Sanyi bácsinak, majd egyúttal átadta Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját is. Amikor egy ilyen idős emberrel beszélünk, mindig felmerül bennünk a kérdés, vajon neki milyen élete volt, és ha szerinte mi lehet a hosszú élet titka. Csak annyit mondott, a jó élet és a gondtalanság. Erre feltettem neki a kérdést, hogy neki jó és gondtalan élete volt-e. Igen. Szép életem volt, habár küzdelmes is, aranyos feleségem volt, aki aztán meghalt, elhunyt, aranyos feleségem. És utána hát egyedül, a gyerekem, fiam, menyem nagyon sokat segítenek mindenben, úgyhogy példa ez az egész mai ünnepség. Teljes átéléssel beszélt nekünk életéről, legfőképpen a feleségéről és gyermekéről. Az ünnepség végén Tigelman Péter szállt neki egy szeletet a tortájából, majd pezsgővel kocintottak a tiszteletére.